Most pedig Pintér Szabolcs előadása fog következni, AI a megoldás címmel. Szabolcs egyébként interaktív elemeket is integrálta az előadásában, úgyhogy azt gondolom, hogy egy érdekes kis előadást fogunk meghallgatni. Szerbusztok, Pintér Szabolcs vagyok, az Upscale-t képviselem. Társaságunk modern technológiákat visz Enterprise környezetbe, más szóval ezeket a jellemzően open source, gyors, rugalmas, költséghatékony technológiákat meg tudjuk feleltetni a nagybanki, autentikációs, logolási, IT-biztonsági elvárásoknak. Mesterséges intelligenciával 2 évvel ezelőtt kezdtünk el fókuszálni, és összesűrítettem egy szlájdba, hogy mi mindent érdemes erről tudni. Vannak Google Certified TensorFlow szakértőink, ugye ez a Google-nek a mesterséges intelligenciája. Tagjai vagyunk az MI koalíciónak. Az MIT meghívására csatlakoztam az AI for Leaders csoporthoz, amiben nagyon nagy inspirációt kapok. Körülbelül 2-3 hete tartottunk egy nagyon izgalmas AI témájú meetupot. Köszönöm ezúton is a KHC Bank, OTP és Granite Banknak, akik vezetői szinten képviseltették a bankjukat, és elmondták a véleményüket a megoldásokról. Közel 500-an eljöttek az AI-os webinárunkra, van blogunk, és adtunk ki e-bookot is, és csak hogy megfűszerezzem az egészet, tartós támogatói vagyunk a United Way-nek, amelyik nemzetközi karitatív szervezet, és nekik is van egy nagyon izgalmas Innovate programjuk, amiben vannak ilyen mesterséges intelligenciás ötletelések a esélyegyenlőséges felzárkóztatás jegyében. És akkor engedjetek meg, hogy kezdjem egy ilyen gyors kérdéssel, amire utalt Ádám. Képzeletben vegyetek elő egy ilyen HRS sapkát a széketek alól. Kérem szépen a menti kérdést, és akkor próbáljátok meg segítséget adni abba, hogy ha most HRS-ek lennénk, akkor kit választanátok ki egy jogi főosztály titkársági asszisztensének? A kód az változatlan maradt. Ágnest vagy Noát? Képzeljünk el egy ilyen konzervatív, jól fésült úriembert a háttérben, aki figyeli izgalommal a döntésünket. Remélem a szavazatok is meg tudnak jelenni. Ha nem, akkor gyorsan kiváltom a technológiát egy kézi szavazással, jó? Csak hogy mert valami biztos itt beakadt. Ki mondaná azt, hogy Ágnes lenne a megfelelő jelölt? Ó, működik, köszönöm szépen. Jönnek itt a szavazatok, érkeznek, igen. Sok időt nem akarok hagyni egyébként, mert utalni is fogok rá, hogy azért ezek jellemzően egy irányba szoktak leéteni ezek a döntések. Úgyhogy szerintem tovább is mehetünk, jó, hogy ne húzzam elvel az időt. Azt gondolom látszik, hogy azért Ágnes túlnyomóan több szavazatot kapott. És az a kérdés, hogy szerintetek az... visszajövünk a prezentációra, akkor az a kérdés, hogy szerintetek az AI kit választana. És ez annyira nem egy ilyen légből kapott ötlet, hogy 2 éve személyesen beszélgettem az egyik top nemzetközi cégnek a globális HR vezetőjével, és vizsgálták annak lehetőséget, hogy lehet a munkaerő kiválasztásban alkalmazni a mesterséges intelligenciát, adott esetben egy fénykép vagy egy videó alapján. Ez egy rendkívül izgalmas, gyors, költséghatékony megoldás, de gondoljatok bele, hogy a LinkedIn-en végig search-ol egy ilyen AI scan, és utána kiad egy ajánlatot mondjuk egy megfelelő jelöltnek. Ugyanakkor másik oldalról ez egy rendkívül félelmetes és kicsit ijesztő is lenne, azt gondolom, ebbe egyetértünk. Úgyhogy ekkora nem tipikus use case köré építettem fel a mai gondolatokat, csak zárójeles megjegyzés, hogy a képeket mesterséges intelligenciával generáltuk, tehát ezek nem létező személyek, hogy ezzel is megszínesítsem az előadást. És akkor bele is csapok, jó, így végigmegyek úgyis a gondolatonként. Az első gondolat, amire szeretnék veletek megosztani ilyen gondolatébresztő gondolatokat, az pedig nem más, mint az emberi intelligencia. Ugyanis nagyon fontos, hogy tudjuk ugye, hogy a Go világbajnokot már legyőzte az AI, el is hangzott ma, de egy banki szakmában hogyan tudnánk alkalmazni, egy banki döntést hogy tudnánk támogatni, egy banki munkaerőt hogy tudnánk támogatni, hogy tudnánk kiváltani. Ez fontos, hogy tudjuk a határainkat és reális elvárásokat támaszunk az AI-jal szemben. És az első gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy nagyon leegyszerűsített gondolkodási sémákkal működik az emberi agy is és a gondolkodás. Több ezer évvel ezelőtt valószínű megevett egy tigris egy szomszéd barlangban lakó ősembert. Lehet, hogy ez egy-kétszer még előfordult, azóta tudjuk, hogy a tigrisek általában jobb, hogyha egy kicsit távol maradnak tőlünk. Ilyen általánosításokkal dolgozunk, és ez egy evolúciós dolog, ez fontos, hogy megértsük, ez egy jó dolog, de van egy árnyoldala, és ezért hoztam ide ezt a példát, ugyanis ez elvezet minket a sztereotípiák és az előítéletek irányába, ami viszont már társadalmilag nem kívánatos. Nagyon érdekes terület az AI-nak, hogy felfedezték, hogy miután az emberi döntéseken tanul, sajnos részei az előítéletek a döntéseinek. Másik gondolatom kivételek, hogy minden madár repül, szárnya van és csőre.
ez a kontinensen igaz is. Ha kilépünk a kontinens határaiból, akkor találkozunk a struccal, a pingvinnel, és rájövünk, ez nem feltétlen általános érvény igazság. Einstein óta ezt különösen tudjuk, hogy még egy gravitáció, amivel a mindennapainkban valamennyien találkozunk, és mással nem is, az sem egy általános érvényű igazság. Ezzel azt szeretném üzenni nektek, hogy az AI-nak is megvannak azok a korlátai és keretei, hogy az emberi intelligenciának is, hogy a saját tapasztalásunkból építjük fel azt a rendszert, azt a világképet, ami magunk körül van. Reggel érdekes volt ez a panelbeszélgetés, amiben egyetértettek a vezetők, amiben nem. Kérdés, hogy van egyáltalán a legjobb megoldás, és ez nem csak emberekre igaz, a felső vezetőkre, akik itt ültek, hanem adott esetben igaz ez a mesterséges intelligenciákra is. A kettőt egymás mellé teszünk, mi alapján mondjuk ez egyik jó, a másik nem jó. Hiszen általában nem jó és rossz között döntenek ezek az emberek, illetve ezek a gépek, hanem az előnyök hátrányoknak egy ilyen valószínűségbe csomagolt mixe között, amiben nagy szerepet játszik az egyéni kockázatvállalási hajlandóság, nagy szerepet játszik az összes olyan egyéni tapasztalási út, amin végigmentek, és az AI esetében nyilván ott nem nagyon beszéltünk kockázatvállalási hajlandóságról, de ez a fajta egyéni megtapasztalás mindenképp szerepet játszik benne. Úgyhogy nehéz lenne eldönteni, hogy melyik jó, annál inkább, mert hogy annyira felgyorsult a világunk, hogy ugye az utóbbi 10 évet, ha végignézzük, akkor ugye a világválságnak az utóhatásain keresztül, a Covid-on keresztül láttunk sok mindent már, ami kiléptett minket a rendszerünkből, és ezért hoztam ide a második pontomat is, és sajnos azt mondják, hogy ez várhatóan így is fog történni. Az értéksemlegesség egy utolsó, mert a Covid-ot ide kevertem, sajnos most ugye látjuk, hogy mi történik Bukarestben, de korábban is az intenzív osztályoknak a szűk kapacitása mellett ez egy élet-halál kérdése volt szó szerint, hogy kit juthat intenzív ellátáshoz. A mesterséges intelligenciát is segítségül hívták ehhez, és levezette nyilván a túlélési esélyeket, és ezt a betegekhez társította, és ez azt gondolom, ha most megkérdezni, akkor mindenki valószínűleg azt mondaná, hogy igen, ez egy objektív ítélet arról, hogy ki az, akinek adunk esélyt, ki az, akinek nem. De ha egy pillanatra hátradőltök, és azt mondom nektek, hogy kiderül, hogy épp a listáról lecsúszó egyik ember, az egy gyermekeit egyedül nevelő családanya. Lehet, hogy sokan felülírnánk ezt a listát, és ez, amire utalok szintén, hogy a rendszerben nehéz AI-t is elképzelni, az emberi gondolkodásnak is megvannak a limitei, mindig vannak olyan tényezők, amik szerepet játszhatnak. És akkor most nem megyek tovább ezen a vonalon, de sok olyan területe van még egy emberi döntéshozatalnak is, amiket most kísérletezünk és mimikáljuk ugye az intelligenciát, de vannak ilyenfajta realitások az elvárásokkal szemben. A kihívásokról ugyanígy csak gyorsan át fog szaladni. Az első pont az, mindenki ismeri a black box jellegét a mesterséges intelligenciának, vagy a magyarázó tényezőségét. Vegyük elő az előző példánkat. Az AI-nak az eredménye legtöbbször egy algoritmus, vagy egy ilyen képlet a végterméke. Ebből nehéz ugye kihámozni, hogy miért is. Gondoljuk bele, hogy a bankban vagyunk, auditálni kell valahogy ezt a rendszert. De ha meg is tudjuk magyarázni, mint akár az előző esettanulmánynál, és azt mondjuk, hogy miért is Ágnes mellett döntött a többség? Valószínű, hogy találunk olyan összefüggéseket, amiket most valamennyien, vagy a nagy része az ítélőknek támogatna, hogy a bank az egy konzervatív ágazat, a jog az egy konzervatív szakma, egy jól fésült, ápolt karakter az biztos, hogy jobban fittel kulturálisan, mint mondjuk egy kócos karakter. Adjunk neki valami fajta kreditet. De ha egyre tovább megyek, és a tapasztalatát akarom már összefüggésbe állítani a releváns munkatapasztalatával, akkor ott már elkezdek elcsúszni, hiszen nem feltétlenül a kor reprezentálja a releváns munkatapasztalatot. Ha még egyel tovább megyek, és a szemüvegesség és az intelligencia között akarok találni összefüggést, akkor ez már kezd tudománytalan lenni, de hogyha esetleg a nemi identitását is beleviszem, hogy ő egy hölgy, akkor sajnos előfordul az, amiről az első pontban beszéltem, hogy leképezzük az előítéleteket, és ez már felvet olyan etikai kérdéseket is, amit nem biztos, hogy fel akarunk vállalni. Legyen szó munkaerőkiválasztásról, legyen szó hitelbírálatról, bármiről. És itt is egy utolsó gondolat, ez a GDPR privacy. Ahogy az előzőnél ott nem emeltem ki, hogy a Blackbox-ra már vannak ezek a glassboxos jellegű megoldások, amikor átláthatóvá tesszük egyébként az összefüggéseket, az AI technológia fejlődik. A GDPR privacy-re is az a jó hír, hogy vannak már olyan megoldások egyébként, mi is alkalmazunk és mutattunk is be egyébként ezen a meetupon is egy ilyen megoldást, amiben már lehet úgy bevonni külső adatokat, hogy GDPR konformessé tegyük, akár ilyen anonimizáló elhesse az ID-kat, az egyéni felismerhetőséget, és így tudjuk alkalmazni, de ez mindig egy ilyen határterületet fog képezni. Elsősorban az auditálhatóság kérdésében. És itt sem megyek tovább, mert ha
majd a megoldás oldaláról vissza fogok erre utalni, hogy mik azok az egyéb kihívások, amikkel szembenézünk. És akkor ez az, ami miatt eljöttetek ma, hogy meghallgassatok valószínűleg, hogy miért is lenne az AI megoldás a mi szemszögünkből, vagy a mi gondolatunk mentén. És itt ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz én most komponenseire bontottam az AI-t, ami nagyon kevésszer kerül elő ennek az összetettsége. És 4 alkalmazási rétegre szedtem szét. Azért is szeretem ezt az ábrát, mert bemutatja, hogy a legtöbb bank az jellemzően elég szűk látókörön közelít az AI-hoz. A többség, amit látunk, és inkább ez nem rossz, mert quick winnek jó, tehát én gyors megoldásnak, az elemzési rétegben látja az AI-ban való lehetőségeket. Ez azt jelenti, hogy ahol most is van, mert valami technológiai szinten valami adat van, egy use case-em, eddig is csináltunk elemzést, gondoljunk a scoringra, pénzmosás detektálásra, a csalás detektálásra, a pricingra, a tradingre. Eddig is elemeztünk, most akkor tegyünk be a csapatba egy data scientistet, vagy hozunk be egy külső kompetenciát, és emeljük magasabb szintre az elemzéseket. Ez egy abszolút valid megközelítés egy quick winnek, de nem az, amiben az AI ereje van. A másik tipikus, amit látunk, az az adatrétegre fókuszálás, amikor elindulnak ilyen 5-10, 15-20 éves projektek, felismerve, hogy az AI erejét az adja, hogyha ebből a rendszerből minél kijebbre tudunk lépni, amire az első pontomba utaltam, és elkezdünk ilyen nagy adattárház projekteket építeni. Ez az, ami jellemzően, hogy nehezen összeegyeztethető az agilitással. És persze vannak a use case vezéreltek is, amikor egy-egy konkrét AI felhasználási területet a meglévő technológiai bázisán próbálunk kiemelni. Ugye ezek a face recognition, ugye felismerem, és akkor azonosítsam be egy selfie-vel magamat, és így tovább. És akkor, hogy megmutassam ezzel szemben az alternatívát, ami szerintünk ez egy valóban egy, most elszólom, az egyik kulcsszavat, versenyképességi előny tud lenni, ahhoz végig még gyorsan rétegenként végigszaladok, hogy mi is az, ami itt szükséges és rendelkezésünkre áll. A technológia oldalról legkézenfekvőbb köznyelven ugye a számítási kapacitás az, ami szükséges ahhoz, hogy mesterséges intelligenciával dolgozunk, ez a processzor, GPU. A jó hír, amit bejelentésként hozok, hogy az elmúlt 10 évben, de még lesz olyan példám is, az elmúlt 20 évből származik, olyan technológiai innováció ment végbe, ami most már túlléptett minket azon, hogy exponenciális költséggel számítási kapacitásokat kezdjünk el építeni, és itt reggel a panelben is valakitől hangzott el ilyen irány, hogy ebben van egy investíció. Ugyanis megjelentek ezek az ilyen virtuális szuperszámítógépek. Nagyon érdekes, hogy rébe írtam 1999-ben, több mint 20 évvel ezelőtt, lehet, hogy van is, aki ismeri ezt, volt egy ilyen kezdeményezés a Berkeley Egyetemtől, hogy a Földön kívül élet kutatásához a NASA teleszkópjának a felgyűlő töménytelen mennyiségű adatát megpróbálták elemezni a szuperszámítógépekkel, és annak a korlátaiba ütközve önkéntesek felajánlhatták egy hálózatba a számítógépét, és úgy tudták segíteni ezt a számítást. Erre van több ilyen alkalmazás, mert én most még a Foldinget Home-ra utalnék, ami a fehérjek, a protein kutatásra épülő egészségügyi mesterséges intelligenciás projekt, és az a 350 ezer felajánlott PC, aminek van 8 megabájt RAM-ja, tehát hogy ne azt gondoljátok, hogy ezek ilyen szuper teljesítményű valamik. Ezek képesek lettek arra a legutolsó általam ismert adat szerint, hogy meg tízszerezték a világ legerősebb szuperszámítógépének a teljesítményét. Ez egy óriási dolog. Magyarországon most egyébként bekerültünk így oldalágról, van itt is egy ilyen szuperszámítógép kezdeményezés, pár kutatóintézet tudja csak használni, illetve mi most akkor ott vagyunk, ez 5 petaflopot tud már, hogyha valaki informatikai területre érkezett, akkor érzi ennek a súlyát, és ezt össze tudjuk vetni az USA-nak a 700 petaflopos teljesítmény, és akkor már el tudjuk helyezni, hogy mit jelentenek ezek a megoldások. Nagyon sokat változott az adatcsankolási mód is, ahogy ugye szétszedjük ezeket az adatokat, és rendelkezésre bocsátjuk ezeknek a virtuális elosztott rendszereknek, ugye MapReduce, HeatMap, Sparkot használunk. Adattárházról még hallok beszélni bankokban, de ezt már elhaladtuk ezekkel a big data, vagy data lake kezdeményezésekkel, és hát ott vannak az új generációs adatbázisok, amiben mi magunk is több tapasztalatot szereztünk, és rendkívül jó módon támogatják gyorsaságban, költséghatékonyságban azt a fajta elemzési munkát, amit egy ilyen AI-hoz igényelt. A felhőről reggel volt, szóval nem térek ki, ugye ez is már nem kérdés, csak az, hogy az adatok, vagy a számítási metódussal menjünk ki, de ezek az elosztott virtuális rendszerek, mert egy banknak nem kell önkénteseket toborozni, hogy felajánlják a számítógépeiket, mert ott vannak a felhőben. És természetesen a real-time elvárás, ez már meg is fogalmazódott a piactól. Szerencsére a stream processingnek is van olyan innovációja, hogy ma már ezt ki tudja szolgálni, hiszen az mesterséges intelligencia, és itt megint csak hadd tegyem kontrasztba ezt a szűkebb látókörű elemzés magasabb szintre emelésének a koncepcióját, hogy ott általában modellt építünk, és azt alkalmazzuk. Ma már egy mesterséges intelligenciának az a lényege tényleg, amit egy kisbaba elkezd járni, tanulni, elesik, feláll, és így tanul megjárni. Tehát ez az a
ez az a mód, amit a valós idejűség tud biztosítani. Az American Expressnek 0,2 másodperc, ha jól emlékszem, az a benchmark érték, ami alatt a mesterséges intelligencia tanul és döntéshoz egy hitelkártya tranzakció esetében. Gyorsan rohanok az adat rétegre, hadarok, mert az idő szűk. És itt az első gondolatom, ez a fő üzenet, egyik fő üzenete a prezentációnak, egyébként, hogy a méret számít, erről is volt szó reggel. Biztos ismétek volt régen ez a számítógépes játék, én nem, de a gyerekkori barátaim is sokat játszottak vele, hogy ilyen karaktereket lehetett választani még a C64-es számítógépeken, ilyen joystickokkal, és hozzá fegyvereket, és akkor voltak ilyen nagy közelharcos karakterek, akik buzogánnyal tudtak jól harcolni, voltak a nagy fürgék, akik meg lándzsát kaptak, és akkor jó volt. Ha rosszul párosították a fegyvert, akkor elvérzett az a játékos. Na körülbelül én így képzelem a fintech versenyt is, ott vannak a kis fintekek, a gyors, rugalmas, költséghatékony megoldásaikkal, és az agilitásukkal, amiben egy nap alatt váltanak technológiát szó szerint, vagy még 3 nap alatt, vagy bevezetnek egy új terméket, és ott vannak a nagy bankok, akik cipelik a hátukon a legacy rendszereket, és jó irány az agilitás, nehogy rossz üzenet küldjek, mert le kell faragni a 2 éves product release-t mondjuk 3-5 hónapra, és ez már egy nagy eredmény, de nem ez lesz az, amiben versenyelőnyre fognak szert tenni a kicsikkel szemben. Ellenben az adat, az open banking megnyitja ugyan a kaput, de most jelenleg az adatban, a mesterséges intelligenciában egy hatalmas versenyelőnye van a bankoknak. Ha egy stratégiát kell alkotni, üzleti stratégiát, akkor ez az, amire leginkább ugye fókuszálni kell. Volt velem a portfólióban egy interjú, ott beszélek az 5V-ről, úgyhogy ezt most átugrom, hogy milyen fajta adatsztenderdeket most már megfogalmazott a piac. A fontos üzenetem az adatokkal kapcsolatban, hogy túl lehet lépni már a relációs adatbázisok adta kereteken. És adat mindenhol van, tényleg öntja magából a digitális transformációnak az egyik pozitív mellékhatása, hogy ömlenek az adatok az IoT-kból, az internetbankból, a mobilbankból, a logolásokból, a search-okból, és mindenhol tényleg, hogy az önéletrajzunkon a kép egy adat. Mindenhol, ahol szám, betű, szöveg, kép, hang van, az adat, és így is kell valahogy néznünk stratégiailag. És ennél széles körülben is, ugye utaltam ezekre a GDPR-kompatibilis megoldásokra, be lehet emelni olyan külső forrásokat, hiszen egy alappéldánk, ugye a hitelképességet ugye a tankönyv szerint úgy ítéljük meg, hogy a hitel visszafizetési képesség és hajlandóságnak az együttes fennállása. Én még itt tanultam. A képességet azt nagyon jól meg tudja ítélni egy bank a scoring rendszerével. A hajlandóságában is meg tud ítélni, ugye nyilván látjuk a visszafizetését, hogyha egy meglévő ügyfélről van szó, hogy fizeti a közüzemi számláit, és így tovább. De egy mobilnál senki nem ismer jobban engem a saját mobilomnál. Tehát azok az adatok, azok kár, hogyha elvesznek. És az 5G-t felírtam, hogy az 5V itt van. Van egy nagyon érdekes, izgalmas projekt, amiben belekerültünk szintén. Ez egy ilyen online video streaming, mesterséges intelligencia, több forrásból. Félelmetes ereje van az 5G-nek, hogyha az adatoknak a transformációját értjük ez alatt. Rohanok az elemzésre, ott nem a módszertani részébe akarok menni, azt át is ugrom, jó, szerintem ezekkel, mert mindenki nagyjából tisztában van, hanem a legfontosabb üzenetet itt is hadd foglaljam össze, hogy ha AI-ról beszélünk, akkor az lenne a nulladik, vagy legalább a vezetés előtti utolsó lépés, hogy mire akarom használni az AI-t, milyen szerepet szánok neki, és ez egy nagyon széles spektrumú történet, és kezdődik onnét, hogy hipotéziseket kiértékeltetek az AI segítségével, aztán mehetek tovább oda, hogy ugye az Unsupervised Machine Learning tankönyvi alapesete, hogy itt az adatbázis kérdés AI, és mutass ki benne az összefüggéseket, és feltárja ezeket a patterneket, meg a kauzalitást az input-output között. De elmehetek az ajánlórendszerekig, ugye az Amazonnál ismerjük, mert nagyon régóta, hogy vannak ilyenek döntéselőkészítés, gyakorlatilag ennek az analógiája. És természetesen döntést is hozathatok az AI-jal, és tovább mehetek, végre is hajtathatom, és mi ezt hívjuk automatizációnak a mesterséges intelligencia területébe. Ugye reggel volt szó automatizáció, az if-denek azok nem mesterséges intelligenciák a mi felfogásunkban, hogyha ha valami történik, akkor ezt csináld. Ugye le lehet programozni folyamatokat, de az mesterséges intelligencia arról szól, hogy átadom neki a gondolkodást és a döntéshozatalt és a végrehajtást is ebben a kontextusban. Tehát ez nem egy tisztán analitikai kérdés. A use case-ek vonatkozásában igazából most csak megismétlem az első gondolatomat, hogy az elemzések magasabb szintre emelését látják legtöbben még az AI-ban, és ezekhez is kapcsolódnak a use case-ek. Jellemzők még ezek a front alkalmazások, ezek inkább ugye a technológiára épülő, hogy már a technológia tud ilyet. Egyébként jó hírem, hogy a language processing, hogy a magyar nyelvnek a szépsége és a kivételekkel telítettségére pont az MI koalíciónak van most egy ilyen kezdeményezése, hogy erre egy modellt alkosson, hogy élvezhető élményt adjon. De ezek azok, amik még dübörögnek, amit mi nagyon hiányolunk, és itt a Balázséként ilyen straight through-nak szoktam mondani, mi ilyen end-to-end jellegű megoldásoknak hívjuk, hogy nekem az AI élmény,
de nem az a true value, hogy felhívok egy call centert, és az AI veszi fel, hanem az ott kezdődik, hogy az AI felveszi, utána beazonosít a hangom alapján, és felhívja, felhozza a fájlomat, az adataimat, és ad egy személyre szabott szolgáltatást. És innentől kezdődik nekem az AI élmény, és tudjuk, a design thinking ugye erre épül, hogy az egész ügyfél élményben a friction pointokat kell kivenni, és azt, hogy minél inkább ilyen smooth legyen, vagy szép legyen ez a folyamatom. Nem tudok magyarul beszélni. És az utolsó egy ilyen példát még ide csippentettem gyorsan, hogy tényleg marketingben például rá lehet bízni már gyakorlatilag a célcsoport meghatározását, a teljes kampánymenedzsmentet, mert felkészült már az AI tartalomgyártásra, médiatervezésre, az egész értékesítési folyamatra, rendkívül izgalmas terület. És akkor a konklúzió tekintetében a főbb gondolatokat összefoglalom, illetve egy kicsit kiegészítem, három gondolatom lesz. Az első, az AI egy modern technológia, és tényleg ennek a komplexitásában tudja kiadni a valós erejét. Ez alatt értjük ezt az utolsót, ezt az end-to-end megoldást, ugye a teljes ügyfélélmény biztosítása érdekében, de ide tartozik az AI szerepének a meghatározása is, hogy tudjuk, hogy mire használjuk, és nem csak analitikai eszközé degradáljuk le az AI-t. Az új generációs adatbázisok, amik brutálisan megnövelik az adatok elérhetőségét és integrációs képességét, az mindenképpen is már rendelkeznek relációs interfészsel rendelkező új generációs adatbázisok. Tehát be lehet illeszteni, nem kell kidobni a meglévőt, rá lehet építeni, lehet lépésről lépésre átfolyatni. És maga a technológiai modernizáció, most ugye nem témája az előadásnak, de ezek a konténerizált mikroszervizes megoldások, ezek adják annak a bázisát, amire ezeket nagyon szépen fel lehet építeni, és architektúrába lehet rendezni, és lehet ilyen gyors product release-eket. A szemléletváltás alatt azt értem, egy nagyon jó analógiát találtam így az előbb reggel, hogy ha egy lovas szekeret modernizálnánk, úgy képzeljük el, akkor nem abból áll ez, hogy a lovak helyére betesszük a motort, mert valószínűleg az első kanyarban halnánk meg a sebességtől, hanem ez együtt jár azzal, hogy egyrészt teszek bele egy kormányt, ha már akkor nem a pórázzal fogom a lovakat irányítani, vagy nem póráz valamivel, és gyettővel köszönöm szépen elnézést, és kerekeket cserélek rajta, egy karosszériát építek köré, és nyilván megteremtem annak a feltételeit biztonság oldaláról is, hogy ez tudjon száguldani ez a jármű. És ide tartozik az is, amit ugye elmondtam az előbb a use case-ekkel kapcsolatban, hogy fontos ez a fajta ügyfélélmény központoság. És a záró üzenetem, igazából ezt ki is nagyítottam, hogy valóban mi ezt gondoljuk, hogyha én most egy nagy tanácsadó cég képviseletében ülnék ki, akkor ezt írnám ki nagy betűkkel, hogy meg is tettem, hogy tényleg érdemes átgondolni a banknak így tiszta lappal, hogy mi az, amire a jövőjét tudja építeni, és ebbe az adatok és az AI kifejezetten egy komoly szerepet tud kapni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket!